Kószál a kétely, meg mérgez, rettentőbb a szónál. Hova tűnt a lelkesedés, gyerekként ott csillogott? Hol van az a szikra? Mi éltetett, mi mozgatott? Alapvetően a Latency énekesnője vagyok, illetve az egyik alapítótag, de hát nyilván az a stílus, amit ott képviselünk, az nem elégíti ki minden igényemet, mert azért bennem van egy kis világzene is, meg jazz, R&B, klasszikus, a cselló miatt is. Felkap a szél, és elfújja a fel. Kemény fény, útvesztő, mi ez a válasz? Eleinte még kicsit féltem attól, hogy szólóban, mert azért jó, hogyha van egy csapata az ember mellett együtt megélni ezeket az élményeket, viszont megértem rá, azt hiszem, hogy elinduljak szólóban is, és akkor gondolkodtam, hogy nyilván Bognár Andreából van 50 000, vagy még több, meg nem is cseng olyan jól, úgyhogy mindenképpen akartam keresni magamnak valami művésznevet, és akkor visszanyúltam a családi gyökerekhez, és végül a két nagymamám nevéből raktam össze a Heidi Albertet. Nekem csak az kell a kelje, de nem kell senki. Vonza, vonzó, dercs, és a lehetetlent keresni. A lehetetlen akkor született, amikor éppen azon pörögtem, hogy a Facebookon folyamatosan láttam a volt iskolatársaimat, hogy ennek gyereke lett, ez megházasodott, ezt eljegyezték, és így nem értettem, hogy ez micsoda. Mert ott álltam én, még nem volt komoly kapcsolatom, ilyen igazi komoly kapcsolatom, és persze nem szabadna összehasonlítanom magam másokkal, de azért mégiscsak az járt a fejemben, hogy mi baj lehet velem. És elmúlt már, mikor első alkalommal megcsókoltál. Nekem csak az kell a kelje, de nem kell senki. És hát persze azóta sok minden változott. Jót tett nekem, hogy kiírtam magamból ezt az állapotot. Igen, ezek a dalok egyébként mindig kicsit ilyen terápiás jellegűek is. Szódás is a lehetetlent keresni. Hogy ez már örökre, örökre így maradt. És megkérlek, nem mered, nem mered, van a baj. Amikor először hallgattam meg otthon a kézdalt, becsuktam a szemem, és így elkezdtem rá táncolni, és éreztem, hogy igen, a klipben muszáj lesz táncolnom. Ja, azt hozzá kell tennem, hogy 10 évig versenyszerűen táncoltam hip-hopot, de amikor gimi utolsó évében jártam, és fel kellett állítanom a prioritásokat, hogy mi az, amiben az időmet meg az energiámat fogom fektetni, akkor lemondtam róla a zene javára. De hát jól tettem, mert a zene az én utam. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen nem is kell lemondanom róla, hanem minden tudást, amit eddig összeszedtem, összpontosíthatom egyetlen produkcióban. Régóta üres ez a szíde, neked odaadom, de törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Eleinte úgy választottam cover dalokat, hogy viszonyultam azokhoz a dalokhoz, amiket mindig anyukámnak énekeltem, vagy az iskolában az osztálytársaimnak. Aztán átálltam arra, hogy kerestem a kihívást, hogy hogyan tudom ezt a dalt úgy átalakítani, hogy igazából rá se ismerjenek, hogyha nem ez lenne a szöveg. Nekem ő a parent, a fény és a bizalom. Sokszor támadnak azzal, hogy az eredeti jobb, meg ilyenek, de ennek köze nincs ahhoz, hogy most jobbat akarnék alkotni, egyszerűen csak tiszteletből feldolgozom.